Ma este témánk az, hogy Krisztus fényét ragyogni. Ennek a világnak, a világban élő embereknek Jézust a hívő emberek tudják bemutatni. És ehhez is van egy égi testünk, a Hold. Ezzel kapcsolatosan is készültem egy kis modellezéssel, bemutatom nektek. Mostani modellezésünkben a kosárlabda a Föld. Ez körülbelül 24 cm-es, és ennek a méretarányában, ha a Föld akkora, mint a kosárlabda, akkor a Hold pontosan akkora, mint egy teniszlabda. Tehát a Földhöz képest a Hold ennyivel kisebb. Azt is bemutatom nektek, hogy milyen messzire van a kettő égi teste egymástól. Megkérlek, hogy fogd meg a Földet, állj ide. Sáron? Igen. Te leszel a Hold ebben az esetben. Induljál ezzel a magdakkal. Tedd a teniszlabdát. És akkor menj, indulj el vele. Jó? Ez a madzag fogja nekünk pontosan megmutatni, hogy a Földtől milyen távol lesz a Hold. Jó? Oké, köszönjük szépen. Ide illesztjük a Földhöz, és ott van a Hold. Ez 7 méter 20 centi jelen pillanatunkban. Körülbelül méretarányosan a Földhöz képest ilyen távolságban van a Hold. Ugye kedden este elmondtam nektek, hogy milyen messze van a Föld a naptól. Ott a méretarányok másak voltak. Hogyha ennél a méretaránynál maradunk, akkor a Föld ide majdnem 3 kilométerre lenne. Pontosan 2,8 kilométer. Tippeljetek, hogy a mérete körülbelül mekkora lenne. Nem kell több ezer méterre gondolni. Két-három tippet. Fél kilométer? Az 500 méter? Nincs annyi. 8 fényév? Nem. 26 méter lenne a Föld ebben az esetben, tehát majdnem 3 kilométerre tőlünk egy 26 méteres átmérőjű gömb lenne. Nem is tudom, hogy 26 méter az minek felel meg, talán egy 5-6 emeletes háznak felel meg. Képzeljétek el, hogy akkora lenne a napocska. És az a Hold, az a picike kis holdacska, a napnak a fényét tükrözi vissza éjszakánként a mi Földünkre. És ahogy a Hold visszatükrözi a fényt, mondjuk tegyük fel, ez a fénynek a sugara, ez a madzag, ide veri a Földre, a naptól, úgy kell a mi életünknek is visszatükröznie Jézus Krisztusnak a fényét. Erről fogok ma este nektek beszélni. Jó, köszönöm szépen, nem kell már tovább tartani. Valahol oda oldalra tegyétek le ezeket a labdákat, jó? Ezzel a madzaggal együtt. Oda oldalra. Köszönöm szépen. Felolvasom azt az igét, ami ma estére van nekünk, a Filippi beliekhez írt levélből. Csendesen magunkban, figyelemmel kísérve a szöveget, hallgassuk meg Isten igéjét. Filippiekhez írt levél második rész 5. versétől így szól az ige szakasz. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett és emberként élt. Megalázta magát, és engedelmes volt mind halálig, még pedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ezért tehát szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most távollétemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind a szándékot, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek Isten hibátlan gyermekei,
az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igényére figyeltek. Ezzel dicsekszem majd Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába. Eddig szól az igénk, amelyben a Holdról nem nagyon van szó, viszont csillagokról igen, majd ezt is szeretném szemléltetni nektek. De hogy megértsük, hogy hogyan tudjuk visszatükrözni Jézus Krisztusnak a világosságát. Reggel erről énekeltünk, hogy Jézus ragyog, hogy az ő fénye töltse be az életünket, hogy mi a világba elsugározzuk tovább, ahhoz néhány dolgot meg kell értsünk. Ezzel kapcsolatosan sok minden elhangzott már a héten. Első nagyon fontos dolog, egy kicsit messziről kezdem, de szeretném nagyon röviden elmondani nektek, hogy ennek a világnak szüksége van Jézus Krisztusra. Azért van szüksége Jézus Krisztusra, mert ez a világ nagyon-nagyon elveszett állapotban van. És az a helyzet, hogy ennek a világnak részesei vagytok ti is. Mindannyian elveszettek vagyunk. Mindannyian rossz úton járunk, amikor Isten nélkül járunk. És amikor az emberek Isten nélkül járnak, akkor óriási bajban vannak. És Jézus Krisztus azért jött el erre a földre, hogy ebből az elveszett állapotból bennünket megmentsen. Isten nagyon szereti ezt a világot, de Isten szent, tökéletes. Ő nem tud együtt élni a bűnnel. A világ bűnben van, bennete is, sajnos, bármennyire szép és aranyos vagy, és kedves az arcod, de bűnben születünk. Isten szent, szeret bennünket, szent, de a bűnnel nem tud együtt élni. És mi szokott akkor lenni, amikor nagyon nagy meleg van, és utána jön egy hirtelen lehűlés? Akkor mik szoktak hallatszódni az égből? Mennydörgés, meg látszik, hogy távolban mi villámlik. Akkor a kettő feszültségéből villámlás van. Hál' Istennek egyikünk sem élt még át villámcsapást, egyébként nem itt ülnénk. Viszont tapasztalhattuk, hogy ha esetleg a közelünkbe becsap a villám, hogy az milyen erővel csap be. Múltkor, kisúszálláson, 2-3 utcával arrébb, hát egy kicsivel még messzebb is volt, hogy becsapott egy háznak az udvarába a villám, leomlott a kémény, a elektromos berendezések tönkrementek, hál' Isten ember nem sérült meg, de én otthon, amikor hallottam ezt az egészet, hát nagyon megijedtem. Olyan voltam, mint egy kisgyerek akkor, abban a pillanatban. Annyira megijedtem, hogy most vajon mi történt. És amikor a bűn meg Isten szentsége találkozik, akkor ez van. Akkor van egy ítélet. A bűnt meg kell büntetnie Istennek. És ebből a feszültségből adódik az, hogy Isten megpróbálta megoldani ezt a helyzetet, és a világ és Isten szeretete közé megszületett ebbe a világba Jézus Krisztus, és meghalt értünk a kereszten. Kifizette a bűneinknek az árát, és teljesítette az Isten igazságos ítéletét. Magára vette Isten igazságos ítéletét, és Jézus Krisztusban megoldódott ez a nagy baj, az elveszett állapotunk. Ha Jézus fényét szeretnéd ebben a világban ragyogni, akkor az első dolog az, hogy fogadd be Jézus Krisztust az életedbe. Enélkül nincs lehetőség arra, hogy az életed ragyogjon, mint égen a csillagok. Nincs lehetőség arra, hogy visszatükrözze Jézus fényét, mint ahogy a nap fényét a hold visszatükrözi. Tehát az első nagyon fontos dolog, hogy fogadd el Jézus Krisztus megváltását. Sokan megtettétek már ezt, csoportban is beszélgettünk erről, és valóban sokan jelezték, hogy ők már döntöttek Jézus Krisztus mellett. De lehet, hogy még van olyan, aki nem tette ezt meg. Arra kérlek, hogy most ezt gondold át nagyon mélyen. Mert itt nem arról van szó, hogy mi lesz a szomszédoddal elsősorban, hogy ő megismeri a Jézust, hanem itt arról van szó, hogy neked örök életed van-e? Hogy Isten megbocsátotta-e a bűneidet? És hogyha te nem szeretnél a bűneiddel együtt Isten elé állni, mert annak súlyos következményei vannak, annak a következménye az ítélet, a kárhozat. Ha ezt nem szeretnéd, hanem akarod, hogy Isten szeretete
töltse be az életedet, és Isten megbocsásson neked, akkor most itt van a lehetőség arra, hogy Jézus mellett dönts. Én most nem kérem azt, hogy jelezd kezeddel, vagy felállással, de azt kérem, hogy ne tusold el ezt a dolgot, és ne hallgasd el ezt a dolgot. Ha nem akarsz ebből a táborból úgy hazamenni, hogy Jézus nem fogadtad el, akkor még ezen az estén keresd meg Dani bácsit, vagy engem is, vagy a csoportvezetőt, akivel szorosabb kapcsolatba kerültél a héten, és beszélj vele erről, hogy te el akarod fogadni Jézust megváltódnak. És ezután, ha ez megtörtént az életedbe, akkor megnyílik a lehetőség arra, hogy az életet visszatükrözze Jézus Krisztust. Szeretném Pistit megkérni, hogy jöjjön ide, és öltözzön fel. És megkérném a fősátánt is, hogy jöjjön ide. Lucifer, itt van. Ide kicsit előrébb gyertek már, légy szíves. Jó, hogy lássanak a többiek. Te ide állsz, Jézus pedig odáll. Jézus a király, ugye tegnap is erről szólt az ének, még egy kicsit előrébb. Okay. Jézus a király, és előtte hódol minden. Az ő nevére minden térd meghajol, a mennyen, a földön és a föld alatt. A kérdés az, hogy a földön a mi térdünk meghajol-e Jézus Krisztus előtt. Valamilyen módon szeretném ezt érzékeltetni nektek, hogy tudjuk visszatükrözni Jézust. Ugye az előbb mondtam, hogy be kell fogadni őt az életünkbe. És készítettem egy kis szívecskét, amelyben van egy tükör. A tükörnek van egy olyan tulajdonsága, hogy visszatükrözi azt, ami előtte van. Ez az én szívem, és ne erre a szívre gondoljatok, ami itt dobog belül, hanem ez egy jelkép, jelképez az egész életemet, a lelkemet, a gondolkodásomat, az akaratomat, a szándékaimat, és én ezzel a szívvel fordulhatok a sátán felé. Kit látsz? Magamat. Sátáni módon magamat. A szívem a sátán tükrözi vissza. Azért, mert felé fordulok. De dönthetek úgy is, hogy Jézus felé fordulok, akkor a szívem kit fog visszatükrözni? Kit látsz benne? Magamat. Magát látja benne. Jézus van benne. Elfekedted a pilétát, de az már később jó lesz. Tehát nem mindegy, hogy kifelé fordulsz. Nincs középút, nincs olyan, hogy nem választasz vagy jobb oldalt, vagy bal oldalt. Választasz. Vagy az ördög felé fordulsz a cselekedeteiddel, vagy Jézus felé. Most itt az alkalom erre, hogy dönts. Kifelé akarsz fordulni, azt fogja visszatükrözni a te szíved, aki felé fordulsz. De Bóra, kit látsz benne? Az ördögöt nem látod? Látszik benne az ördög is, mert arra van. Nem ismerem, hogy hívnak? Johanna. Te kit látsz benne? Istent látok benne. Reméljük tényleg oda látszódod. Visszatükrözi a szívem azt, aki felé fordítom. Fordítsd az arcodat, a szívedet, a lelkedet Jézus felé. Jó? Köszönöm Csabának a segítséget. Még Pisti, majd segítségül hívom egy pillanatot, most foglalj helyet. Kifelé fordulsz. Ez nem csak egyszer kell eldönteni ám az életbe. Minden nap el kell döntened, hogy kifelé fordítod a szívedet. Az ördög vagy Jézus felé. Ez rajtad múlik. Olvastuk ebben a történetben, vagy inkább a levélben, hogy Jézus honnan jött, mit csinált itt a földön, és utána hová ment. És ez a mi példánk. És amikor Jézus felé fordulunk, a szívünkkel, a lelkünkkel, az életünkkel, akkor az ő példáját követjük. Szeretném bemutatni nektek azt, hogy mit tett Jézus, amikor itt a földön járt. Kölcsön kérem. Széke. Pistit megkérem, hogy majd hozom a
bilétát, elfelejtettem idehozni valamit. Tehát azt mondja Pál apostol, hogy az az indulat legyen bennünk, ami Jézusban is megvolt. És milyen volt Jézus? Azt mondja Pál apostol, hogy Jézus Isten formájában volt, mielőtt megszületett erre a földre. Menjél fel, légy szíves. Megbír. Nem. Úgy van. Jézus élete nem Betlehemben kezdődött, ő örökkévaló. Ő rá nézve teremtetett minden, ezt mondja az ige, ezt hallottuk már a héten. Jézus Isten. Egyenlő az Atyával, egyenlő a Szentlélekkel. Ő Isten. Isten formájában volt, és úgy döntött a mennyei Atya és a Szentlélek közösségében, hogy ő vállalja, értünk az áldozatot, lejön erre a földre, hogy emberré legyen, és kifizesse a bűneink árát. Ezért letette isteni dicsőségét, letette a koronáját, letette a királyi palástját, lejött erre a földre, és emberré lett. Olyan ember lett, mint én. Olyan ember lett, mint te. És amikor itt járt a földön, akkor szerte járt, azt mondja Péter apostol, szerte járt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akin az ördög hatalmaskodott. Jót tett, így foglalja össze Péter, jót tett. Amikor Jézus követjük, akkor ez a mi utunk is, és így ragyogjuk a fényét, hogy jót teszünk. Mit tett Jézus? Meggyógyította a betegeket, megbocsátotta a bűnöket, tanította az embereket, bátorította őket, vigasztalta őket, segítette az életük különböző területein. Kihozta őket a mélységből, és egy új célt adott nekik. Jézus jót tett. Szerette őket, elfogadta az embereket, azokat is elfogadta, akiket mindenki utált. Most gondolj az osztálytársadra, akit mindenki utál. Jézus fényét úgy tudod elvinni az osztályba, hogy elfogadod azokat a gyerekeket is, és szereted őket is. Jézus fényét úgy tudod vinni az osztályba, hogy úgy érzel, mint ahogy ő is, hogy megbocsátasz az ellened vétkezőknek. Tehát Jézus itt járt ezen a földön, de 33 év után eljött az a pillanat, ami miatt tulajdonképpen a földre jött, hogy meghalt a kereszten, a mi bűneinkért. Hogy elhordozza az én büntetésemet, a te büntetésedet, és örök életet kaphassunk Istentől, hogy bűnbocsánatot kaphassunk. Eltemették, de harmadnapon feltámadt a halálból, és visszament a mennybe. Visszament a mennybe, és visszakapta isteni dicsőségét. És ott van a mennyben, dicsőségben. És majd onnan fog eljönni, értünk, és onnan fog eljönni, hogy megítélje ezt a földet. Jézus megint fent van, ott van, de amikor itt lent járt a földön, akkor engedelmes volt az ő atyának, szerette őt, és mindent megtett, amit az atya mondott neki. Zúgolódás nélkül engedelmeskedett Jézus mindig. Lehet, hogy voltak pillanatok, amikor ő másképp tervezte el a dolgokat, hogy most éjszaka aludni fog, de nem tudott aludni, mert egy rabbival kellett beszélgetnie. Úgy tervezte, hogy a tanítványokkal félrevonul, hogy pihenjenek, nem tudott pihenni, mert 5000 ember gyűlt köréjük, és meg kellett őket etetni, meg tanítani őket, meg gyógyítani őket. Nem így tervezte, de így alakult. És egy alkalommal azt mondta, hogy tanítványoknak, hogy menjetek el, hozzatok élelmet a városból. Tanítványok elmentek, és oda jött egy asszony, akinek a nevét nem tudjuk, csak azt tudjuk, hogy Samária városából való, beszélgetett vele. Leleplezte azokat a dolgokat, amik ott voltak az életében, amit ő próbált titkolni,
szolgált az asszony felé. És amikor a tanítványok visszajöttek, hogy hoztuk az ennivalót, mester, gyere, egyél, azt mondja, köszönöm szépen, már jól laktam. Nem a kenyérrel, hanem azzal, hogy teljesítettem az én atyámnak az akaratát. Ez az én eredelem. Zúgolódás és vonakodás nélkül engedelmeskedett Istennek. Mindig azt tette, amit Isten mond neki. Nem többet, és nem kevesebbet. Ez a mi útunk is. Köszönöm, Pisti, elmehetsz. Zúgolódás és vonakodás nélkül követte mennyei atyának akaratát. Jót tett. Ez a titok. Így tudjuk Krisztus fényét ragyogni ebben a világban, hogy jót teszünk. Nem saját erőnkből, hanem Jézus erejéből. Hogy mindig rácsatlakozunk, ő rá figyelünk. Nagyon egyszerű példával tudnám ezt nektek mondani, hogyha nincs kapcsolatunk Jézussal, akkor nem tudunk jót tenni, nem tudunk igazán jót tenni. Itt van a hátam mögött ez a nagyon szép lampion. Nagyon örülök, hogy itt van, mert tényleg látványossá teszi ezt a termet. De ez csak azért világít, mert kapcsolatban van az energia forrása. És meg lehet tenni azt, köszönöm szépen, hogy kihúzzuk, nincs kapcsolat, akkor világít? Tudna világítani? Megvan a képessége rá? Igen, igen, megvan a képessége rá. Neked is megvan a képességed, hogy világíts, hogy jót tegyél. Tudod, mikor nem fog működni? Ha nincs kapcsolat. Ha nincs kapcsolat Jézus Krisztussal. És az a helyzet, hogy a kapcsolatot helyre lehet állítani. Ide jövök, visszadugom, és világít. Lehet, hogy valamikor döntöttél Jézus mellett. De a kapcsolat megszakadt. Nem keresed őt. Nem olvasod a Bibliát, nem imádkozol. Nem mész hívő közösségbe. Nem keresed őt, a kapcsolat nincs meg, és a fény kihuny, elmúlik. Beszélgettem fiatalokkal, nem egyszer, nem kétszer már, de itt a táborban is, hogy nem tudnak úgy ragyogni. Megtért ugyan, egy darabig világított az élete, de most mintha az eltűnt volna. Miért? A titok itt van, a kapcsolatban. Megvan-e a kapcsolat? Ott van a szívedben a vágy, hogy ha elromlott ez a kapcsolat, akkor helyreállítsd. Hogy imádkozz nap, mint nap. Kifejezd Isten iránti szeretetedet. És megkérdezd őt, mennyi atyám, mi a terved a mai napra? Azt mondja Pál apostol egy másik levélben, hogy Istennek az alkotásai vagyunk, jó cselekedetekre teremtett bennünket, melyekben járnunk kell, amelyeket előre elkészített. Ha kapcsolatban vagyunk vele, akkor tudni fogjuk, hogy mit kell tenni. Nem tudom neked megmondani, hogy jövő héten mi lesz az a jó cselekedet, amit neked meg kell tenni. Viszont Jézus Krisztus meg tudja mondani, és meg is szeretné mondani. A Biblián keresztül, az imádságon keresztül, a gyülekezeten keresztül. Építsd fel ezt a kapcsolatot. És az az igazság, hogy ha valakivel kapcsolatban akarunk maradni, arra áldozni kell. Ha nem áldozunk a kapcsolatra, az meg fog szűnni. Ez igaz a házasságra is, igaz a barátságra is, igaz a gyülekezeti kapcsolatokra is, és igaz az Istennel való kapcsolatra is. Ha nem áldozol rá, nem fordítasz rá időt, akkor ki fog hűlni. Tehát, hogyha ott van a szívedben, hogy szeretnél világítani, szeretnéd Jézus fényét belevinni az osztálytársaid életébe, a munkatársaknak az életébe, a munkaközösségbe, de úgy érzed, hogy erőtlen vagy hozzá, akkor nem kell más tenni, csak a kapcsolatot helyreállítani. A kapcsolat, ez a titok. Úgy is lehetne mondani, hogy tedd úrrá Jézust az életedbe, hogy ő legyen az Úr. Azt tedd, amit ő mond. Amire Isten hívott bennünket, az nem más, mint ez a kapcsolat. Egy ige verset szeretnék nektek felolvasni, 1 Korintus 1.9. Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, ami Urunkkal való közösségre. Erre a közösségre hívlak én is. És szeretném, hogyha
kihűlt a te kapcsolatod, elmúlt a fény az életedből, és szeretnéd ezt visszaállítani, hogy akkor ezt tedd meg. Hozz egy döntést, hogy a kapcsolatra időt szánsz. Hogy Jézus fényét be tud vinni ebbe a világba. Bízom benne, hogy úgy fogunk elmenni, hogy mindannyian ezzel a szándékkal vagyunk, hogy én jobban akarom Jézus fényét belevilágítani ebbe a sötétségbe. Elhoztátok a mobiltelefont? Igen? Nézzük meg, mi történik akkor, ha Jézus fénye betölti a szívünket. Akkor próbáljátok meg megkeresni a telefonotokba, ha van rajta ilyen kis alkalmazás, amivel tudtok világítani. Most még ne kapcsoljátok be, csak vegyétek elő, jó? Megkérek valakit, hogy ott hátul kapcsolja már le majd a villanyt, jó? Lekapcsolom, jó, és akkor kapcsoljuk le a villanyt. Jó, még kapcsoljátok le a lámpát, a telefonotoknak a lámpáit, kapcsoljátok le. Most a vetítőnek a fénye valamilyen szinten bevilágítja a termet, meg a háta mögött levő lámpák, de azt lehet mondani, hogy ha azok nincsenek, akkor tök sötét van. Ilyen lenne a világ Jézus Krisztus nélkül. Most kapcsoljuk fel a lámpáinkat. Nem mondom, hogy napfényesség van, de már világosabb. Minél több lámpa világít, annál nagyobb a fény. Nem túl régen ez az a napon voltunk, ahol csodálatos volt ezt látni, közel 10 000 ember volt együtt, és amikor felkapcsolták ezeket a kis lámpákat, majdnem olyan volt, mintha nagy lámpákat kapcsolták volna fel. Minél több fény világít ebben a világban, annál nagyobb lesz a világosság, és a sötétség kiszorul. A sötétségnek nincs ereje a világosság felett. A világosság erősebb, mint a sötétség. Most szépen nézzük meg, hogy csak az egyik oldalt, a nekem jobb oldalt levők kapcsolják le a lámpájukat. Jobb oldaliak kapcsolják le teljesen. Igen, érezhető, hogy ezen az oldalt már nincs olyan világosság. Most a másik oldalt is kapcsoljuk le. És jön vissza a sötétség. És mi lesz ezzel a világgal, ha a keresztjének nem világítanak? Akkor az emberek életét a sötétség fogja uralni. És nem fogják tudni, hová mennek. Kérném szépen, a lámpát kapcsoljuk fel, mármint nem a telefont, hanem a nagy lámpát. Telefont eltehetjük most már. Isten az ő fényével vezet bennünket, és ezzel a fénnyel ragyogjuk be ezt a világot. Legyen ez a szívetek vágya, hogy Jézus ragyog, hogy jókat tegyél. Szeretném, hogyha elcsendesednénk. Szeretném, ha elcsendesednénk és imádkoznánk. És oda mennénk, oda állnánk az Úr elé, úgy mindenki magában, hogy megnézze, hogy az ő élete hogy világít. Hogy zúgolódva teszi, amit tesz, vagy Isten iránti szeretettel, úgy, ahogy Jézus tette, és hogy áll a világosság az ő szívében, az ő lelkében. Megvan-e a kapcsolat Jézussal? Vizsgáld meg most magadat. Ugye tegnap ez volt az ige versünk, vizsgálj meg Istenem, nézd meg, hogy nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Ha ott van a szívedben az a vágy, hogy te világosságot szeretnél ebbe a világban, hogy a te életed tükrözze Jézus Krisztust, akkor ezt most mondd el az Úrnak. Mondd el azt, hogy Uram, én szeretném, hogy az életemben felgyúlna a te világosságod, és visszatükrözném azt, ami benned van, azt a jóságot, azt a szeretetet, azt a kegyelmet, amit Jézus Krisztus megélt ebben a világban. Szeretnék ezért imádkozni, hogy sikerrel járjunk ezzel kapcsolatosan. Minden holnap dől el, meg holnap után, meg azután.
Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy lejöttél a mennyből a földre. Köszönöm azt, hogy itt a földön bemutattad azt, hogy hogyan lehet világosságban járni. Hogy visszatükrözzük a Istenünknek, mennyi atyánknak a világosságát, hogy jót tettél, befogadtad az embereket, szeretted őket, megbocsátottál nekik, meggyógyítottad őket, tanítottad, bátorítottad, vigasztaltad őket, de ha kell, intetted őket, csak azért, hogy megmeneküljenek a bűnből, belevitted az életükbe a világosságot, és az a szívünknek a vágya, hogy a mi életünk is tükrözze a te világosságodat. Szeretnénk jobban odaszállni magunkat arra, hogy a veled való kapcsolatban valóban felgyújjon a fény napról napra a szívünkbe, az életünkbe. Hogy amikor szerte járunk, akkor mi is jót tegyünk. Azokat a jókat, amelyekre te tanítasz bennünket a Szentlélek által. Amire te tanítasz bennünket az Isten igéje által. Úr Jézus, imádkozom, hogy szent lelkeddel töltsél be ehhez bennünket. Nem tudjuk a saját erőnkből ezt megtenni. És nem is szándékozzuk. Mert nem akarjuk, hogy kudarcot valljunk. Nem szeretnénk célt érni. Hogy ez a sötétség, ami itt ebben a világban van, ez egyre inkább visszaszóruljon, és ragyogjunk, mint csillagok az égen. Uram, imádkozom, hogy ez a fény töltse be a szívünket, az életünket. Most még maradjunk így lehajtott fejjel, és kérlek benneteket, hogy akinek a szívében az van, hogy ő egy minőségi változást szeretne az életében. Szeretné a kapcsolatot szorosabbra fonni Jézus Krisztussal, mert azt látja és azt tapasztalja, hogy meghűlt ez a kapcsolat. És elhanyagolta a Jézussal való kapcsolatot. És ezt ebben változást szeretne. Azt kérem, hogy emelje fel a kezét. Befogadta már az Urat, de a kapcsolata megszakadt, megtört, megkopott. Emelje fel a kezét, aki ebben változást szeretne az életében. Szeretnék értetek imádkozni. Köszönöm szépen. Nyugodtan, tartsátok fent a kezeteket, hogy lássam. Köszönöm szépen, imádkozni szeretnék értetek. Úr Jézus, hálát adok azért, hogy ott van a szívünkben a vágy. Te munkálod bennünk az akarást. Te tőled jön az, amit most éreztek az én testvéreim, hogy szeretnék a veled való kapcsolatot szorosabbra fonni. Mert nagyobb fényt akarnak az életükben. Nagyobb fényt akarnak sugározni a barátaik felé, a munkatársaik felé, a családtagjaik felé, a gyülekezeti tagok felé. Uram, imádkozom ezeket a testvéreimért, hogy a te szent lelkeddel támogasd és segítsd őket. Támogasd őket az engedelmességnek a lelkével, hogy ez a minőségi változás megvalósuljon az életükbe. Imádkozom azért, hogy megtalálják a megfelelő időt a veled való kapcsolatra. Reggel, délben vagy este. Amikor előveszik a te igédet, és az igéd betölti a szívüket. Amikor megtalálják az időt arra, hogy a titkos kamrájukban veled legyenek. És majd nyilvánosan megfizes nekik. Hogy megáld őket, hogy áldást legyenek, hogy amerre mennek, ott áldássá váljanak az emberek számára. Hogy ahová belépnek, ott világosság gyújjon, és a sötétség oszoljon. Uram, imádkozom, hogy adj nekik sok-sok örömöt ebben. Hogy látják azt, hogy ott vagy az életükben, és rajtuk keresztül munkálkodsz. Imádkozom, hogy legyenek kitartóak ebben. És amikor a sátán újból jön, hogy megszakítsa ezt a kapcsolatot, akkor legyenek résen. És ne engedjenek a kísértőnek, a lustaságnak, hanem hozzák meg az áldozatot, feszítsék meg a testüket, és keressék a veled való közösséget. Úr Jézus, imádkozom, hogy értük, hogy a te áldásod legyen rajtuk, és tapasztalják meg a következő hetekben és hónapokban, hogy valóban egyre nagyobb a fény és a világosság az életükbe. Ámen.